Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, akik követik ezeket a tanításokat, illetve elemzéseket. És hát ugye Lukács evangéliumánál tartunk. Vida Sándor fordítása eredeti görögből. Tehát jó tudni, dicsőség Istennek, hogy személyesen ismertük meg nem Vida Sándort, mert ő már nem él, de a hozzátartozóit, a gyermekeit, és ő rajtuk keresztül kaptuk meg mi személyesen a Vida Sándor Bibliának a fordítását, és nagyon sokat tudunk a Vida Sándorról, ugye a lánya elmesélte, hogy több nyelven beszélt, többek között a görög nyelvet, zsidó nyelvet, ezeket mind beszélte, 10 nyelven beszélt, meg német hívők segítettek neki ebben az eredeti görög fordításban. És én évekkel ezelőtt alaposan tanulmányoztam a Károly Gáspár fordítás, abból is 3-4 ki volt írva könyvbe, és a Vida Sándor fordítását. Hát bizony időnként brutális nagy különbségek voltak. Nem örök pokolról van szó, nem örök, hanem egy korszakról van eleve szó, nagyon nem mindegy. És hát ugye Szent Szellem van, és nem Szent Lélek nincs ilyen. Ezt többször hangsúlyozom ki, hogy szeretném, ha elfelejtenék, de hát nagyon sok-sok tanító, pásztor, apostol szent lelkezik, már 40 éve egyet fúj, és a 40 év alatt még nem érkezett el odáig, hogy ő maga megtanulja, hogy mi a különbség, hogy Atya, Fiú, Szent Szellem, és mondom, nincs Szent Lélek. És mi is szent hármasságban vagyunk, van a testünk, van a lelkünk és a szellemünk. Na ez bevezetésképpen folytatjuk onnét, ahol abba hagytuk, a 21. fejezet jön, és olvasom, drága testvéreim, 20. fejezet, bocsánat, rosszul mondtam, 20. fejezet, igen, és így haladunk tovább, olvasom. És történt az egyik napon, hogy amikor a népet tanította a templom épületében, hirdette az evangéliumot, előálltak a főpapok, írástudók, vénekkel együtt. Ez most jó, ha tudjátok, apostolok, pásztorok, vének, akik a teológiát is elvégezték, ugyanezek állnak most is elé a gyülekezetekben, egyházakban. Tisztelet annak a kis gyülekezetnek, ha van ilyen, akik kiváltak és az igaz úton szűkecske úton járnak. És így szóltak hozzá, mondd meg nekünk, milyen hatalommal, felhatalmazással tetszett ezeket. Na ez a farizeusi vallás. Nekünk is számtalan szó mondták, mikor én gondoltam, illetve gondoltam, hogy az Úr küldött még a kezdet kezdetén, és elmentem evangélizálni. És megkérdezte tőlem is a pásztor, ki adott neked erre engedélyt? És ez egy farizeusi vallás, farizeusi gondolkodás, meg kell kérdezni a báránynak, hogy elmehet vécére, vagy nem mehet-e. Majd megmondja a pásztora neki. Kedves testvéreim, ezek egy csillalmas helyzetek, amit itt az ige, ugyanez van most is a farizeusi, egyházi és a karizmatikus gyülekezetekben. Ki engedélyezte neked, hogy te elmentél evangelizálni? És most is így van. Márpedig ennek nem így kéne lenni. Figyeljetek csak ide. Azt mondja, milyen hatalommal, felhatalmazással? Vagy ki az, aki neked ezt a hatalmat adta? A farizeusi szelleműek ugye mindjárt megkérdezték Úr Jézus Krisztus. Hát ki vagy te ember? Te itt nekiállsz, jössz ide, azt tanítasz. Felháborodtak. Most is így van. Szomorú és siralmas, mert nem azt figyelik, hogy Isten kent fel valakit arra, hogy tanítson, vagy pedig a Józsi bácsi pásztor a kezét rátette, és az a Pista bácsi nagyon jó bowlingot ott neki, és fölkenték presbiterre, és onnéttől kezdve, na mehetsz te is hirdeteted az evangéliumot. Igen nagy a különbség. Mert ezt testből teszik a farizeusok, testi keresztények,
Ez jellemző rájuk. Testből. És aki nem jó bólingat, neki mindegy, hogy a másik mondja az igaz evangéliumot, ők erre felháborodnak, és biztos, hogy nem adnak hatalmat, meg lehetőséget arra, meg mikrofont annak a személynek a kezébe, hogy az igaz evangéliumot tudja tanítani. Hanem csak aki jó bólingat. Ugyanerről beszél itt ez a Szentírás. Nézzük meg a továbbiakban. Válaszol pedig így szólt hozzájuk. Kérdezek tőletek én is egy dolgot, s mondjátok meg nekem. János vízbe merítése égből volt, vagy az emberektől? Azok pedig tanakodtak, okoskodtak maguk között. Hogyha azt mondjuk az égből, azt mondja majd mi nélkül, nem hittetek néki. Kétszínűek, figyeljetek. Most is így van ám. Nincs különbség a farizeusi jellem között, mert az a szellemiség, ami ezekben itt volt, amit olvasok, az most is ugyanúgy az a szellemiség, ugyan ezekben a farizeusi tanítókban, pásztorokban, apostolokban benne van. Figyeljetek! Ha pedig azt mondjuk emberekről, a nép mind megkövez minket, mert meg vannak győződve, hogy János proféta volt. És azt válaszolták, hogy nem tudják, honnét volt. Na itt megállunk, kedves testvéreim. Ezt úgy egyébként, ezt a helyzetet úgy hívják, hogy hazudtak, kétszínűek voltak. Még egyszer mondom, hazudtak, kétszínűek voltak. Kedves testvéreim, sok ilyen kétszínű és hazug tanító van, akik tanítanak egyházakban és karizmatikus gyülekezetekben. Jézus is azt mondta nekik, én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszem ezeket. A népnek pedig ezt a példabeszédet kezdte mondani, egy ember szőlőt ültetett, és bérbe adta a földmunkásoknak, és hosszabb időre külföldre utazott. Kellő időszakban elküldte a földművesekhez egy rabszolgáját, hogy a szőlő terméséből adjon neki, de a földművesek megverték és üresen elkergették. Ez a farizeusi jellem, testvéreim. És egyik másik rabszolgát küldött, de azok azt is megverték, meggyalázva üresen elküldték. És egy harmadikat is küldött, azok pedig ezt is sebesre verve kirották, ezt mondja pedig a szőlő ura, ez a mennyei atyánk. Mit tegyek? Elküldöm a szeretett fiamat tán, ha látják, megbecsülik. Ez Úr Jézus Krisztus volt. Na ugye más, ővel ez csináltak mást. Menjünk tovább az igével. Amikor azonban őt a földművesek meglátták, tanakodtak egymás között, és ezt mondották. Ez az örökös, sorsrész élvező, öljük meg őt! Hogy miénk legyen az örökség. Na, ez a farizeusi jellem. Valakit Isten küld tanítól, az sokkal jobban fogja tudni, hiába 40 éve ott pásztorol, testből valaki fölütötte őt, és ő is tolja, amit tól a maga agya szerint. És aztán jön a Józsi bácsi, lehet, hogy 20 évig alkoholista volt, de Isten őt választotta ki, mindezt a gyilkos Pál apostolt, ugye? És Istennek erős munkása volt, és ez apostol lett, ugye, a Pálból is, előtte pedig gyilkos volt, meg a vámszedők, meg edek, ilyeneket hívott el az Úr, és oda tette a helyükre. Na most ugyanígy van, ugyan ez a helyzet a farizeusi jellemben is, hogy Isten valakit kiválaszt, mondjuk tanítónak, mert a Isten válassza ki a tanítókat és az apostolokat, ezt jól tudjátok, nem ember embert üt föl, ahogy ezt csinálják a nagyvilágban, Magyarországon, de külföldön is így csinálják. Elvégzi a teológiát, mindegy, hogy aztán sík butuska, nincs is pásztori ajándéka, tanítói még úgyse, de őtet fölütik, és ő majd egy gyülekezetet fog valahol vezetni,
ugye hol a széles úton, irány a pokol jelszóval, mert ezek a tanítók csak is a pokol mélységére tudják vedetni a bárányokat, aztán a bárányokból már birkakiképzés lesz, bálványimádás, és aztán csak a pásztort imádják, mert ő olyan tanításokat fog tanítani, hogy fenyítékek nincsenek benne nyilvánvalóan, mert akkor besértődnek a testi keresztények, elszaladnak, többet nem mennek gyülekezetbe, és bizony akkor a kosár üresen marad. És ez a fő motiváció, tudnotok kell mindnyájatoknak, hogy itt az a lényeg, hogy a kosár teljesedjen be, nem az a lényeg, hogy a bárányokat a pásztor az Úr elé vezesse, és újjá születésük legyen Szent Szellem által. Na de kérdezem én, hát ki mit hova tud vezetni? Hát mindenki csak oda tudja vezetni a bárányokat, ahol ő tart. Ha ő sehol se tart, földi síkon van, újjászületve nincsenek ezek a mostani pásztorok, hanem kundalini szellemiséggel vannak betöltve, meg a mostani apostolok is egymást felütötték. Hát nyilvánvalóan, ahol ők vannak, csak oda tudják a bárányokat is vezetni. Márpedig ők a széles úton járnak, mert miért? Szinte elmondom minden tanításomban, hogy mindenki hadd hallja, ugye a karizmatikus gyülekezetek alá mentek be a bünkikhöz, reformátusokhoz, ki hova, oda-vissza, honnan mondjuk jöttek, annak idején, ahonnan kijöttek, becsatoltak, és ezáltal ők is a Vatikán alatt vannak, magyarul a Biblia fenevadnak hívja, a fenevad alatt vannak. Jelenések könyv 13-as fejezet 8-as ige verse, mindenki olvassa el, hogy alá mentek a fejkóta véget, eladták a lelküket a mammonnak. És az ige azt mondja, hogy a mammont szeretem, akkor Istent gyűlölöm. Ha Istent szeretem, akkor mammont gyűlölöm. Na, kedves testvéreim, itten tartanak, és ezen a széles úton haladnak, és mivel nincsen ige ismerete a báránykáknak, a Biblia több helyen is mondja, én éppen szaladjonét, hogy ne kapja az ő csapásaikból, mert a csapások fognak jönni. Ez kikerülhetetlen. Ezért vannak ezek a tanítások, hogy mindenki ébredjen föl, ellenőrizze le, amit én is itt olvasok, hogy igen, ez van írva, és cselekedje meg. Ha ki kell szaladni ebből a defektes, farizeusi, jellemű, szellemiségű gyülekezetekből. Ahhoz, hogy üdvösséget nyerhessetek, mert másképp nem lesz. Olvasom tovább. És mondd el, szőlő úr, mit tegyek, elküldöm szeretett fiamat, tán, ha látják, megbecsülik. Amikor azonban őt a földművesek ugye meglátták, elkapták, sors részére öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. Szóval a gyilkosság szelleme, tudnotok kell, a farizeusi jellemben benne van. Maga Úr Jézus Krisztus is erőteljesen hangsúlyozta, tiszta ragadványa terve, gyilkossággal, és így tovább, már az ősötök is gyilkos volt, leírja maga Jézus, mondja a farizeusoknak a szemébe. Nem ködösített, hát persze, hogy nem szerették, ha mindenhol meg akarták verni, kötözni, és így tovább, meg az összes apostolt is, meg ezt is tették vele, meg az apostolokkal is, miért? Mert az igazságot hirdette. Az Isten igazságát. Ki hirdette az Isten igazságát? Akit nem a pénz motivál, és azt hirdeti, akit Isten Szent Szelleme betöltött, és elhívott már a föld levetése előtt. El volt döntve, hogy ez az ember Isten munkása lesz, mint a Pál apostol is. Hagyta az Úr őt, tehát sok buta dolgokat tett, ugye az igaz szívőket üldözte, nyírt, aki gyilkos volt. Egyszer csak eljött az idő, mert az idő az Úrnál van, és megfordította őt 180 fokos fordulattal, nem 360-nal, mint sokan tették ezt, hogy én megtértem, azt ugyanolyan bűnös, mint volt, ez az ő megtérése. Sokan vannak így, sok vezetők is áll. Hanem 180 fokos fordulatot vett, és onnettól kezdve az Isten munkáját végezte.
A drága jóságos mennyei atyám ugyanezt tette én velem is, mert én is egy nagy az ember voltam már. Isten megfordított, és engemet nem a pénz érdekel. Én nem azért csak a jót mondom, hogy mindenki szeressen engemet, ott duzzadjon a kosár, meg dőljük ki a helységet, jó, sokan legyünk, mindjárt kérdedik, hanyan vagytok. Hát nem az a cél, hogy itt tömegeket, meg nyálat csurgató testi keresztényeket gyűjtsünk össze testvéreim, nem ez a cél. Hanem az a cél, ha Isten ide küld bárányokat, nekem kötelességem, hogy ő újjászülessen. Szabadító szolgálat térje meg a bűneitől, ez a megtérés. Itt el a cél. Nem az a cél, hogy a kosár teljesedjen be, és jó sokan legyünk, az dobogtassuk a mellünket, nekünk ám nagy gyülekedetünk van, vagyunk már újjaj, már ezren is, vagy éppen 300-an is. És közben abban 300-ból egy ember sincs megtérve, még a vezető sem. Menjünk tovább. És kidobták őt a szöllőből, megölték. Mit tesz tehát velük a szöllőnek az ura? Eljön és elpusztítja ezeket a földműveseket, ezek el fognak pusztulni. A testi keresztények nem fognak a mennyek országába kerülni, mert nem születtek újra. És a szöllőt másoknak adja, ezt hallva pedig ezt mondták, nehogy így legyen, ő pedig rájuk tekintett, végignézett rájuk, és ezt mondotta. Mi tehát ez, ami meg van írva? A kő, amelyek az építők elvetettek, szeglett kővé lett. Mindenki, aki ráesik erre a kőre, összezúzza magát, akire pedig az esik rá, agyon zúzza. Hú, ez nagy különbség. Tudjuk, a szeglett kő, maga a kő, Úr Jézus Krisztusnak a kősziklájára építsetek. Ne a farizeusokéra, és ne a pásztorok kősziklájára. És igyekezzetek a főpapok és írástudók elfogni, igyekeztek, kezeiket rávetni abban az órában, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk szól ez a példabeszéd. Szóval ezek a farizeusok, ezek a gusztustalan pénzéhes gyilkosok, értették egyből, hogy róluk van szó. Nem tudom, értik-e ez a mostani pásztorok, vezetők, apostolok, akik ugyanilyen pénzéhesek és a gyilkosok a fene vad alá mentek be a pénzét. Nem tudom, ők értik-e, ha ebbe belenéznek, ugyan nem is nézik, mert nézni se tudják ezeket a tanításokat. Sőt, mi több, majd egy tücsköt maga alatt szóltak rá, mint ahogy rászólták Jézusra is, rászólták az összes tanítványra is. Na, ezek a farizeus jellemek. És hogy szemmel tartsák a cselvetőt, kémeket küldöttek ki. Na figyeld, a kétszínű farizeusok kémeket küldtek be. Becsületes embereknek színlelték magukat. Figyeled, milyen jó ez a Vida Sándor fordítás. Úgy csináltak, mintha ők becsületesek voltak. Lennének. Na hát volt nekünk is ilyen esetünk, ugye, mikor kijöttünk a gyülekezetből, aztán most mindegy, eltelt fél év, egy év, ott nagy lüktetést csináltunk ott a nagy gyülekezetbe, akkor még mi sem voltunk annyira beérve az Úrnál, és akkor bizony voltak ám ottan kémek, eljöttek egy-egy ember a volt gyülekezetből is, nem azért, mert ő oda akart tartozni, hanem kíváncsi volt, mi folyik ott. Ugyanezeket mi átéltük ám. És azt mondja, olvasom tovább. És becsületes embereknek színlelték magukat, hogy szamán fogják, és hogy így kiszolgáltassák, átadják a főhatóságnak a helytartó hatalmának. Hát ki volt ez a főhatóság? Akkor mi fölöttünk volt a mi pásztorunk, ugye nyilván szeretett vángja, amit nagyon sokat segített nekünk, el kell ismerni, mi tiszteljük, becsüljük, de az igazságot kimondjuk. Aztán volt a főhatóság, ugye az apostolnak nevezett Csüveges Imre, ő volt a főhatóság, és akkor eldöntötték ezt az embert ki kell rúgni. Miért?
Hát mert az igazság ott tolja, és nem úgy bowlingat, mint ahogy mi azt elvárnánk a többi tűadók, nagyon jó bowlingatnak mindenre, de ez az ember, ez valahogy nem. Rúgjuk ki őtet aztán, majd lejáratjuk őt ország szinten, hogy lázadó, aztán annyi. És ez így történt. És közben, hát azért akkor már itt tartunk, akkor elmondom, de igazi lázadó Süveges Imre volt, az 200 embert lázított ki a Pünkösdi egyházból, mikor ő letette a teológiát. Csak úgy mellékesen, kedves testvéreim. De attól szeretjük őtet, mi nem bántjuk, de ő ebben még nem nyugodott bele. Hát lehet, hogy egy bocsánatkérés neki is kéne azért alkotni a hazugságaiért, de hát ő még nem érkezett el idáig, áldja meg az Úr őtet. Megyünk tovább. És megkérdezték őt a tanító mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz, figyeld milyen kétszínűek. Helyesen beszélsz, egyben mellé álltak a kétszínű, figyeld csak. Helyesen beszélsz és tanítasz. És nem vagy személyválogató, bizony, ez nagyon fontos. Nem külsőre vagy tekintette, szép ruhában van, 50 ezer forintos öltönyben, gyere ide előre, neked itt a helyed, ez jó adakozó lesz, mert itt csinálják egyébként. Hanem való igazság, ha szíven Isten útját tanítod. Hát ezt csak falból mondták a farizeusok. Igaz, ez igaz volt Jézusra. Persze, nyilván így is volt. De ők nem azért, mert szerették a Jézus, hanem ilyen kétszínűen beszéltek. Szabad-e, megengedni-e nekünk, hogy a Cézárnak, a római császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Kérdezték ugye Jézust. Ő pedig mélyére látott alaptamosságuknak, és ezt mondotta nekik, látta, hogy milyen kétszínűek, Jézus Krisztus nem lehetett behúzni a csőbe, de ezek azt hitték, mert olyan sötétségben voltak, hogy az a Jézus Krisztus, aki szívek még a gondolatait is megítéli embernek, és azt be akarták húzni a csőbe. Milyen sötétségben? Hát az ilyen ember sötétségben van. Figyelj ide testvérem, elmondom, ide leülsz, megmondom, hemzseg a démon a szemedbe. Sőt, Istenem egyszer kijelentette még azt is, milyen bűnben van. Ha most akkor a testi keresztény akarja megporgatni a szellemit? Nem, ez fordítva van, testvéreim. Hanem aki szellemben újjászületett, majd azt tudja, hogy mi van benned, és nem fordítva. Na, ugyanez volt nevetséges, nem amúgy tényleg nevetséges. A testi farizeusi akarta volna Jézust úgy behúzni a csőbe. És úgy csinált, mint ő vele volna. Na, figyeljetek, mit csinált Jézus. Ő pedig így szólt hozzá. Juk. Adjátok meg tehát a Cézárnak és Istennek, ami az Istené. Ez mit jelent? Van apek, meg áfa, meg tefa, meg minden van, nem ez a földi király. Ez ha tetszik neked, hanem ez meg kell adni. Aztán sokan vannak az Úrnak a tilegyét, azt már lelopják, azt már nem. Elmondom, hogy még emez sokkal fontosabb volna. És nem bírták megfogni beszédben a nép előtt, és csodálkozva válaszlán elhallgattak. Csöndbe maradtak. Kedves testvéreim, én is mondom, ha én itt mondok nevet, és Isten indítatására mondom ki a nevet, mert ha nem mondom ki, akkor nem tudjátok, kiről beszélek. Én meg kimondom a nevet, mert Isten indít és felszabadít erre. Na most, ha nem tetszik annak a személynek, amit én mondok, akkor az álljon elém, azt megbeszéljük. De mivel amit én mondok, én szent és igaz, ami úgy történt, ha nem fog elém állni, hanem sunnyog. Mert nem egyenes. Ugyanaz, mint a farizeusi ellen csinálja. Ugyanezt csináltak ők is. Úgyhogy mi, amit itt beszélek, ezt mi átéltük. Menjünk tovább. Oda mentek hozzá pedig némelyek, szadiceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdezték őt. Ezt mondva. Tanító mester, Mózes megírta nekünk, ha valakinek a fiú testvére meghal, akinek felesége van, gyermektelen, hogy annak fiú testvére vegye el az özvegy asszony, támaszon utódott fiú testvért neki. Ez mind addig parancsba volt adva, hogy fiú testvér szülessen, mert testvéreim, a fiú viszi tovább a családfát, meg a nevet is, igaz?
Ha Tóth Tibor van, születik nekem fiam, majd az én fiam a Tóth nevet szépen viszi tovább. A lányom nem, azt egy idegennek fölneveled. Azt ugyan Tóth kis Irénkének hívhatják, vagy bárminek, aztán majd lesz belőle kis Józsefné, aki elvette a csíp. Szóval ő nem viszi tovább a férfi genetikát, itt a Szentírás ugye ezzel foglalatoskodott, és máshol tudjuk, leírja a Szentírás, hogy aki az Úr ki akarja veszíteni azt a nevet, nem ad neki fiú gyermeket. Mit akarok ebből kihozni? Az, hogy egy fiú gyermek, az egy nagy áldás a családban. Persze szeretjük a lányt is, nehogy aztán félreértsék a hölgyek, ugyanúgy, de a nevet ők nem viszik tovább. Hanem Isten akkor gondoskodik róla, hogy akkor legyen fiú gyermek is abban a családban, és az viszi tovább a családban. Itt az ige erről gondoskodik, hogy figyeld, meghalt a testvérének a felesége, támaszol neki magot. Ez arról szólt, kedves testvéreim. Voltak tehát heten testvérek, az első megnősült feleséget vett, aztán meghalt gyermektelenül. Második elvette az asszony, meghalt gyermektelenül. Azt a harmadik vette őt el, sorsot mond a hét, de mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak gyermeket maguk után. Végül utoljára az asszony is meghalt. Feltámadáskor tehát ki lesz az asszony, mert mind a hétnek felesége volt. Ez a farideusiak kérdezték, hát ugye itt is látna, hogy milyen sötétségben vannak. Fogalmuk sincs, hogy mi a szellemiség, mert ha lett volna, ilyen sötétséget meg sem kérdezték volna Jézust. Jézus válaszol. Ezt mondta neki Jézus. A világ korszak fiai nősülnek és férjhez mennek. Figyelj csak, a világ korszak. Ezt kihangsúlyozom, mert a református fordításban, Károly Gáspárban te ilyet nem olvasol. Érdekes, nem tudom, élet kihagyva, hát talán majd te egyszer ott a Károly Gáspárral találkozunk, akkor megkérdezünk tőle, hogy mi volt ilyen a fordítás, ami nem a legszerencsésebb, és csak Magyarországon van Szentlélek, a világon máshol mindenhol Szent Szellem van, csak Magyarországon van Szentlélek. Érdekes. Fordítású Biblia. Azok pedig, akik méltónak ítéltettek arra, hogy eljussanak a másik világkorszakba, korszakokról korszakokra, halottak közül való feltámadása, azok nem nősülnek és férjhez sem mennek. Kik támadnak föl az első feltámadást? Azok a szentek, akik Úr Jézusért meghaltak. A jelenések 20. fejezet 4-es igeverse elmondja egyértelműen, hogy Úr Jézus Krisztussal majd Jeruzsálemben ítélni jönnek azok, kik a fejüket adták Úr Jézusért. Na ez a 12 apostolót, meg a előtte való szentek és proféták, akiket ezek a farizeusi gusztustalan gyilkos nemzet kinyírt. Mind ahogy Jézust is, meg ahogy az apostolokat is. Aranyosak ők, mindaddig, míg a szemében nem mondod az igazat. Addig nagyon aranyos tud lenni, meg ha lássa az, hogy te jó adakozó vagy, akkor egyfolytában dicsért téged, még szolgálatot is ad néked. Ha van rá ajándékod, ha nincs. Már meg sem halhatnak, mert angyalokhoz hasonlítanak, angyalokkal egyenlők az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai. Szóval magyarul mit mondott nekik Jézus ennek a sötét testi keresztényeknek? Azt magyarázt el, ha újjá fogunk születni, és mi az elragadtatásban részt veszünk, szellemiek leszünk, és olyanok leszünk, mint az angyalok, magyarul nem fogunk már többet szeretkezni, meg ilyen bűnöket, meg olyan bűnöket elkövetni. Mind itt a földi zsíkon. Hogy pedig halottak életre kelnek, már Mózes is hírül adta a csipkebokornál, ahol az urat Ábrahám istenének, Izsák istenének, Jákob istenének mondotta. Szóval halottak életre kelnek, van föltámadás, egyértelműen. Isten pedig nem a halottak, hanem az élőké, mert mindenki az ő számára, ő néki él.
aki újjászületik, az Úr Jézus Krisztusért él. Mert is Úr Jézus Krisztus lakozás vesz az ő szívébe. Mit tudunk Úr Jézus Krisztusról? Hogy ő a békesség fejedelme. Mit tudunk az igéből? Ahol Úr Jézus Krisztus van, ott békesség van, kedves testvérem. Nem veszekedés, acsarkodás, ez ilyen, az olyan, az amolyan, hetente összevesznek, és így tovább. Se jönnek a gyülekezetbe, fölveszik a keresztény állarcos bálba, és úgy csinálnak, mintha minden rendben volna. És semmi sincs rendben, és nincsenek újjászületve, de aki már Szent Szelleme be van töltekezve, lássa rajtuk. Hiába színészkednek, látni, hogy újjászületve nincs, meg se kell, hogy szóljon. Üljön le, szemébe belenézel, látod. És Isten szól azonnal. Na, ezeknek nincs közük Istenhez. Finoman fogalmazva, hogy Úr Jézus Krisztus mondta ők az istentelenek. De azt is mondta, ne mondjátok nekem azt, hogy Uram, Uram, miközben a szátokkal közel vagytok hozzám, szívetek meg távol, meg sincsenek térve. Néhány írás tudó pedig azt mondotta, tanítómester, kitűnően szóltál, jól mondtad, figyeld ezt a kétszínűséget. Jó beszéltél Jézus, igen. Az közben fő volt táborodva, folyamatosan az és üntörögtek körülötte, mikor bírnák elkapni és kinyírni. Na, ilyen kétszínű a farizeusi szellemiség. És most mondom, kedves testvérem, amit az Úr fölhozott a szívembe, és ha neked ezek a tanításokat, fölháborodást okoznak a te szívedbe, kedves testvérem, a farizeusi szellemiségnek a légiója ott van az életedben. Ott van az életedben. Farizeus jellemre az a szokás, itt a Bibliában is látjuk. Még jót mondasz neki, nagyon szeret tégedet. De az igazságot kimondod, aztán annettó kedve tücsködbogarat szól rád, és ő mindent elkövet, hogy lejárasson. Hát ugye itt azért nincs olyan törvény a Földön, hogy megkövezhessenek, meg a fejedet vegyék. Most még nincsen, de tudjuk, hogy az utolsó időben az igazakat fogják majd üldözni ugyanúgy. Többé ugyanígy nem mertek tőle kérdezni semmit, mert ugye mindenhol csak leégtek. Ők akarták a Jézust a csőbe behúzni. Hát micsoda sötétség ez? Na látod, a testi keresztény ilyen sötétségben van. Azt hiszi, hogy a Szent Szellemmel betöltekezettet, majd becsapja vagy behúzza a csőbe. De ő így szólt hozzájuk, hogyan mondhatjátok, hogy Krisztus a Dávidnak fia? Ezt is helyre tette. Hiszen maga Dávid mondja Zsoltáros könyvében, mondja az Úr a Uramnak, ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá teszem zsámoljul, ugye ez Jézusnak van. Dávid tehát Urának hívja, akkor hogyan lehet a fia? Igen? És ezt nem értették. A farizeusok mindig azt mondták, Dávidnak fia, Dávid, a Jézust így szólították. Tudjátok, miért nem értették? Mert sötétségben voltak. Miért voltak sötétségben? Mert Szent Szelleme nem születtek újjá. Mert egyáltalán nem értették azt, hogy maga Úr Jézus Krisztus testileg született bele a Dávid nemzetségébe. És mivel testi, csak testien tud gondolkodni, nem szellemiekben. Hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ugye tudjuk, Szent Szellem által lett megfogantatva. Ő csak testileg tartozott oda. Ő amúgy Isten fia volt itt lenne a Földön is. Nem Dávidnak fia. Amikor pedig a nép mind hallotta, ezt mondotta tanítványainak. Óvakodjatok az írástudóktól. Akik díszöltözetben akarnak járni, jelni. Minél drágább az öltöny rajtad, azt hiszed, hogy annál adottabb vagy. És szívesen veszik a tereken, a köszöntéseket, zsinagógában, összejöveteleken, az első székek, estebédek, első fekvő helyeket mindenhol elől szeretnének lenni. Ez a farizeusi jellem. Első sorok,
Ha jól tudjuk, így gyülekezetben ott már több sorra van szükség, mert jó sokan vannak. Ott 3-4 vagy talán még az 5. is a benfektesek vannak. De ez látszódik, hogy mennyire, amit le van írva, szent és igaz, mert a gyakorlatban is így van. Figyelj, a farizeusi jellemű emberek most is ugyanúgy viselkednek. Ugyanazt csinálnak, amit le van írva. Nem csak akkor 100 évvel, meg 2000 évvel ezelőtt, most is. Mert az az ördög, mondjuk a homoszexualitásnak a szelleme, az is egy ördög, az most is ugyanazt csinálja, homoszexualitást. Na most a farizeusi szellemiség most is, meg majd 3000 év múlva is, majd az Újföldön is ugyanazt fogja csinálni. Figyeljétek! Felemészték, felfalják az özvegyek házait. Rámennek az özvegyekre, levarázsolják. Na nem mondok most nevet, sok ilyen keresztény tudunk, ismerünk név szerint, aki arra startol rá, ahol van pénz, házat is vettek már nekik, stb. Mert ugyan ezt a színt színlelték, kétszínűséget, fülig mosolyognak, levarázsolják az embereket, és csak a pénz motiválja őket. És színleg hosszan imádkoznak, annál súlyosabb ítélet vár rájuk. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják ajándékaik a templom kincsőrző persejébe a gazdagok. Te lettál akkor fel. De látott egy szegény özvegyasszonyt is, aki bedobott 2 apró pénzt oda, és azt mondotta, igazán mondom nektek, hogy ez a koldus özvegyasszony mindenekinél többet dobott be, mert ezek mindnyájan fölöslegükből dobtak Istennek ajándékot, ez pedig maga a szűkölködésből mindazt oda dobta, ami megélhetésére volt. Na ez volt a tiszta szívű. Az utolsót is betette. És itt írja az ige, figyelj csak, Istennek. Nem a német Sándornak, nem a kis Jóskának, hanem Istennek. És a kosárban. Ebben nincs baj, hogy kosaroznak. Csak a szívében motiváció ne az legyen. Ezt nagyon szeretjük, mert ez aztán jó sokat bedob. És minden bűnt elnéznek neki. Mert ha szemébe mondanák, hogy az ige mondja, amikor többször szólsz neki, és nem akar megtérni belőle, akkor ki kell zárni a gyülekezetből. Hát akkor elesik ám a több 100 000 forintot. Hát dehogy zárja már ki. Mert ezek mindjárt a fölöslegből Isten ajándékának adtak. És mikor némelyek templomépületről mondták, hogy gyönyörű, eszményi, szép, kövekkel, fogadalmi ajándékokkal van ékesítve, ezt mondta. Ezekből, amiket láttok, jönnek napok, amelyekben nem marad kő, kövön, mind lerombolják. Így lesz. Kő, kövön nem marad. Ilyen egyszerű. Csak jön egy forgószél, az nincs. Hú, de egyszerű, igaz? Az úr már. Megkérdezték pedig őt, és mondták, tanítómester, mikor lesznek ezek? Aha. És mi lesz a jele? Amikor ezek meg fognak történni. Ő pedig ezt mondta. Vigyázzatok, nehogy félrevedessenek, tévútra vigyenek benneteket, mert sokan jönnek az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok, és az idő elközelget, nehogy utánuk menjetek. Szóval Jézus Krisztus előre jelezte, hogy sok hamis proféta jön, sok hamis pásztor jön, sok hamis tanító, sok hamis apostol, ne van írva, előre jelezte Jézus. Hát mit csodálkoztok, mikor minden héten, még a múlt héten pásztor volt, most meg ma apostolnak mondja magát. Ott még a nők is ámsiralmas helyzet, fogom a fejemet, a női apostolok is már. Na hát ezt most nem akarok belefolyni, hát már erő tanítottam. Amikor pedig hallotok háborúkról, zavargásokról, van most ilyen? Van. Nehogy megrémüljetek, mert ezeknek meg kell történni. Előbb, de nincs mindjárt itt a vég. Ez csak az előmenet. Háborúk,
éhenségek, ragályos betegségek, tudjuk a Máté 24-ből, ugyanúgy elmondta Úr Jézus Krisztus a tanítványainak. Akkor ezt mondotta nekik, nemzet támad nemzet ellen. Hát ugyanez már ez az orosz-ukrajna, hát egy volt. Meg ha itt Magyarország összecsap a el az oldal, avval az oldallal, az is nemzet nemzet ellen van. Királyság királyságra. Meg nagy földrengések lesznek helyenként, éhénységek, járványok. Éhénységek, járványok. Ugye tudjuk, azt már a boltból már be van szabályozva, 2 kiló cukor, 2 kiló liszt, 2 liter olaj, stb. Úgyhogy az a szűkület már elindult azért, amit itt ír a Szentírás. Mert ez miért? Szentes, igaz? Isten szavai. Félelmet keltő tünemények és nagy jelek lesznek az égből. De mindeneket megelőzően kezet emelnek rátok és üldözni fognak. Kiszolgáltatnak, átadnak a zsinagógának, börtönökbe vetnek a királyok és vezetők, elé hurcolnak az én nevem miatt. Szóval igazakat akkor is meghurcolták, majd ugyanez lesz. De ez alkalomra lesz számotokra tanúbizonyság tételre. Véssétek hát a szívetekbe, ne törjétek a fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Nem kell befoglalkozni az Isten emberének. Mert én majd adok néktek szájat, bölcsességet, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud-e ellenállni, vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak titeket szülők, testvérek, rokonok, barátok, némelyeket halálra visznek közületek. Figyeled? Rokon, barát, testvér, na nesze neked, ilyen helyzet fog jönni. Itten csak azokkal lesz egység, akik már újjászülettek Szent Szellem által, az igazasszonyok egy szellembe születtek bele. Na, ezek az igazi testvérek. Ezt Jézus Krisztus is megmondta, akkor az édesanyja meg ott kint a testvérek, és bejött és mondta, édesanyja, kint vár meg a testvér, miért ki az én testvérem? Azok itt vannak. És gyűlöltetek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Úr Jézus Krisztus nevéért szenvedések jönnek, testvéreim. De fejetekről egy hajszál sem vész el. Miért? Mert Úr Jézus vigyáz ránk. Kitartástokkal megnyeritek a lelketeket, figyeled? Kitartással. A hit nemes harcát mindvégig tartsd meg. Ki kell tartani? Na, akkor megnyerjük a lelkeinket. Figyeljétek, mert a szellemünk az mindenképpen föl fog menni. Prédikátor 12.7 leírja, hogy a szellemünk az fölmegy. De viszont 1 János 1.9 leírja, azért kell hithétségre jutni, hogy a lelkünk is üdvösséget nyerhessen. Hogyan tud az üdvösséget nyerni? Úgy, hogy megtérünk minden bűneinkből. Senki ne higgye el, ad a kegyelmes tanítóknak, hogy nyugodtan bűnözze és a mennyországba megyünk. Ezek hazug tanítók, a sátánnak a munkásai, ők is csak a pénzt látják bennetek, őket nem érdekli, hogy a te lelked hova kerül. Nyilván ő sem fog fölkerülni, mert hazugsággal telve van az ő szíve. Ez a farizeusi jellem, a kétszínűség és a mammon szerelme. És tudjuk az igéből, hogy mindezek, akik a mammon szeretik, az urat gyűlölik. Hát le van írva, ő hiába uramozik. De az ige azt mondja, aki a mammon szereti, az urat gyűlöli. Úgyhogy ők az a kategória. És ne higgyétek azt el, hogy telve vagytok bűnnel, mentek a mennyországba. Hát ilyen szeretvedett hazugságot tanítani, és már pedig ezt tanítják. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, akkor tudjátok, meg vegyétek tudomásul, hogy elközelgett a pusztulás.
Tudjuk az igéből, már erről tanítottam utolsó idők, 200 milliós hadsereg fogja Jeruzsálemet körbevenni, mert régen is mindig ki akarták pusztítani a zsidó népet, ugye tudjuk, Egyiptom, a görögök, a Hitler is, és így tovább, ugye ki akarták, most is ez a cél nekik. Amikor pedig látjátok, hogy igen, ezt olvastam, akkor aki Júdeában van, meneküljön a hegyekre, városokban lévők távozzanak belőle, akik vidéken vannak, nehogy bemenjenek oda egy ruhájése, mert nem lesz időre. Szalvás. Mivel hogy bosszúállás, igazságszolgáltatás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Ez meg van írva, ez így lesz. Mert Isten tegnap, ma és holnap ugyanaz. És azt mondta Úr Jézus Krisztus, ebből egy jó te el nem veszed, míg be nem teljesedik. Szóval ami le van írva, az meg lesz. Jaj pedig a várandó szoptatós anyáknak azokban a napokban, mert nagy szükség lesz a földön, és harag ellen a népen. És harci kard éle által hullanak el, fogságba hurcolják őket mindenféle nemzet közé, Jeruzsálemet, nem zsidó nemzetek tiporják és tapossák a Jeruzsálemet. Mi a nem zsidó nemzetek időszaka be nem tellik, ez csak még el nem tellik az idő, meg van határozva nehéz, aztán majd jön Úr Jézus Krisztus, az rendbe teszi ezt a bandát, aki nincs az Úrnál. És lesznek jelek, napban, holdban, csillagokban, földön, nemzetek szorongása, tanástalanságban, tenger zúgása, hullámok háborgása miatt. Megdermednek az emberek a félelemtől földkerekségre, zúduló szörnyűség várásáról, mert az egek összetartó erői megrendülnek. Akkor meglátja az emberfiát eljönni a felhőben hatalommal, és sok dicsőséggel. Amikor pedig ezek kezdenek megtörténni, egyenesedjetek föl, emeljétek föl fejeteket, mert közeleg a ti megváltástok. Halleluja, dicsőség Istennek! És mondá egy példázatot, példabeszédet nékik, nézzétek a fügefát és minden élő fát. Mikor már látjátok, hogy kihajtanak, magatoktól is tudjátok, közel van a nyár, igaz? Tényleg ezt tudjuk, mennyire igaz. Na innét tudjuk, mikor ezek a jelek fognak jönni, hogy közel van ez az időszak. Úgy ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, ugye tudjuk már, ragályos betegség, ugye kiadták ezt a Covidot, ezt mesterségesen csinálták, de le is van írva, ugye háborúk vannak, és na innét tudjuk, hogy közel vagyunk mi is ezekhez a végidőkhez. Halleluja, várjuk is az Urat, dicsőség neki. Úgy ti is, mikor látjátok ezeket megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten királysága. Halleluja, dicsőség Istennek. Ám mert mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindenek meg nem történnek. Szóval meg kell történnie. Az ég és föld elmúlhat, de az én szavaim semmiképpen el nem múlnak. Vigyázzatok pedig magatokra, nehogy elnehezítsétek szíveteket mámorban, részegségben, megélhetés tépelődő gondjaiban, és készületlenül, váratlanul ne érjen benneteket az a nap. Na Isten eddig gondoskodik az utolsó időben is igaz tanítókról, akik az igazságot a Szentírásból tanítják, hogy mindenki fel tudjon készülni, mert itt magad igében is elhangzott, hogy fel kell készülni. Na most ugye vannak a tudatlanok, akik nem is értenek ebből semmit se. Aztán vannak a hamis apostolok, proféták, akik majd az Úr gondoskodik rólunk, és így tovább. Miközben itt meg le van írva, hogy azért fel kell készülni. Mert mind egy tör fog lecsapni mindazokra, akik a föld összfelszínén laknak. Vigyázzatok hát minden időszakban könyörögve,
hogy legyen erőtök kimenekülni mindenekből, melyek meg lesznek majd, és megállhassatok az ember fia színe előtt, Úr Jézus előtt, és ahogy leírja a Tesszalonikai levél, hogy szeplőtelenül meg kell állni a testnek is, bűnmentesen, léleknek is, bűnmentesen, és a szellemnek is. Nappal pedig templom épületében volt, és tanított, éjszakára pedig kiment, és azon a hegyen tartózkodtam el, amely olajfák hegyét hívnak. És a nép mindkorán reggel odatódult hozzá, hogy templom épületében hallgassa őt. Hú, ez nagyon hosszú, ez a 22-es fejezet, nem hiszem, hogy be fogjuk fejezni, de belemegyünk, testvéreim. Közeledett pedig a kovásztalan kenyér ünnepe, melyet pászkának, húsvétnak mondanak. Ugye a zsidóknál a pászka ünnepét ünnepelték meg, a pogányoknál meg a húsvétról beszéltek. Ezért mondta Úr Jézus Krisztus is, hogy a húsvéti bárányt megesszük. Pont holnap lesz erről tanítás, a szombati napról, meg a húsvét is beleesik. Úgyhogy aki tudja, kövesse a holnapi tanítást, 10 óra 30-kor kezdődik ez a tanítás, és ezek mind helyre lesznek téve, úgyhogy most nem folyok ebbe bele. Keresték módját a főpapok, írástudók, hogyan végezhetnék ki őt, mert féltek a néptől. Szóval folyamatosan ezek a farizeusok azon törték az agyukat, hogyan lehetne kinyírni ezt az Úr Jézust. Ilyen szerető teljes gyilkosok ők. Bement pedig a sátán a Júdásba, ugye, az ördög, bement a Júdásba, akit Iskariósnak hívnak, aki a 12 egyik volt, közé számított. És elment, megtárgyalta a főpapokkal, meg a templom őrség vezetőivel, hogy tudná nekik átadni őt, hogyan tudná átadni. És azok megörültek, örömmel fogadták, megegyeztek, ezüst pénzt adott neki. Megígérte és egy alkalmas időszakot keresett, hogy a tömeg tudta nélkül kezükbe adhassa őt. Elérkezett pedig a kovásztalan kenyér ünnepe. Szóval ez kihangsúlyozunk. A kovásztalan kenyér ünnepe, és nem a húsvét, hanem a kovásztalan kenyér ünnepe. Mikor húsvétról beszélnek, mert a kovásztalan kenyér ünnepét ünnepeljük. Nekünk a húsvéthoz nincs közünk. A tojáshoz, meg adogassuk a tojást az embereknek, mikor megint csak a szaporulatnak a jelképe, akkor a nyuszikát, a nyuszika megint a szaporodás jelképe, és akkor a halacskát, amit föl is tesznek az autóra, hogy ő halacska, az megint a szaporodás jelképe. És kedves testvérem, el kell mondani, ez mind bálvány. Csak hogy tudjatok róla, mert nagyon sok autón látom, halacska van. Én nem tudom, ki találta ki, a Németh Sándor mondta ezt. Azért mondom, és a sok butuska megköveti. Hát a Németh Sándor beugrik a pokolba, mentek utána. Ő lesz az első, aki ott végzi, ha így marad. Testvéreim az Úrban. Szóval, elment, megtárgyalta. Megígérte, egy alkalmas időszakot keresnek. Elérkezett pedig a kovásztalan kenyér ünnepének napja. Ezen kellett leölni, feláldozni a húsvéti bárányt. A kovásztalan kenyér ünnepén. A húsvéti bárány, ne keverjük össze, hogy húsvét ünnepe, nem. A kovásztalan kenyér ünnepén lett a húsvéti bárány feláldozva, és azt majd meg is ették. Nagyon nagy a különbség, drága testvéreim az Úrban. Itt kovásztalan kenyér ünnepe van, az a Abit hónap, első hónap 14-én volt. Április 14-én. Ezt az igén keresztül már az előző tanításban szombaton ezt már elkezdtem, most lesz bezárva, holnapi napon. Jézus elküzdte Pétert, Jánost, és mondta, menjetek el, készítsétek el nekünk a pászka ünnepű haszok. Húsvéti bárányt, hogy megehessük. Szóval a bárány volt húsvéti bárány, mert
A húsvétot a palána nemzetségtől örökölte meg a zsidó nép, hát hiszen Úr Jézus, az Isten mindig azért büntette a zsidó népet, mert a pogány szokásokat átvették ugyanúgy. Mint ahogy maga a katolicizmus is, mikor híveket akar gyűjteni, nem baj, milyen bűnös jöhet befelé, az kész a bűnnel együtt. Ott nem is számított soha az, hogy bűnös. Mint ahogy most sem számít, akik eladták magukat a fejkótáé, hát azok ugyanúgy ott vannak a fene ott alatt, ugyanúgy telve bűnnel. Halok pedig azt mondották neki, hol akarod, hogy elkészítsük? Ő pedig ezt mondotta nekik, lám, amikor bementek a városba, egy emberrel találkoztok, aki egy korsó vizet visz, kövessétek, menjetek utána házba, ahova bemegy. És mondjátok meg a házi gazdának, azt mondja neked a tanító mester, hol az a szállás, a teher leoldó hely, igen, ahol a pászkát, a húsvéti bárány, az én tanítványaival megehetem, elfogyasztatom. Szóval nem locsókodás napja voltam itten, testvéreim, hanem a pászka ünnepe. És a húsvéti bárányt megették. Nem a húsvétot ünnepelték, hanem a húsvéti bárányt megették. Hú, de nagy a különbség. És mutatni fog nektek egy nagy étkezésre berendezett emeleti helységet, felházat, ott készítsétek el. Elmentek tehát, és úgy találtak, ahogyan mondotta nekik, és el is készítették a pászkát, húsvéti bárányt. És akkor eljött az óra, asztalhoz telepedtek 12 apostol vele együtt. És így szólt hozzájuk, vágyva vágytam rá, hogy ezt a pászkát, húsvéti bárányt megegyem veletek, mielőtt szenvedtetek. Szóval a pászka ünnepe, és a húsvéti bárány van elfogyasztva. Szeretném, ha mindenki nagyon meg tudná ezt jegyezni. És nem a nyulakat tesszük ki, nem a tojást, meg nem a halat, mert ez mind pogány szokás és a szaporodás jelképe, mind a három. Ennek a háromnak nincs köze Istenhez. A pogány szokásnál, húsvétnál igen. És nem locsókodni járunk, hanem a pászkának az ünnepét ünnepeljük meg. Nagy a különbség. Mert mondom nektek, hogy soha többé nem eszem azt, amíg be nem teljesedik az Isten királysága. Azután felvett egy poharat, hálát adott, és azt mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy egyáltalán nem iszom mostantól fogva. A szőlőtől természetesen még Isten királysága el nem jön. A kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte nekik, adta ezt mondva. Ez az én testem, amelyet élettetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. És ugyanígy estebéd után fogta a poharat és mondotta, ez a pohár az új szövetség az én véremben, melyet értetek, kiontok. De lám nézzétek annak keze, akik kiszolgálták, átadta engem, az enyémmel együtt rajta van az asztalom. A Júdás az árulóról beszél. Mivel, hogy emberfia ugyan, amit el lett határozva, elmegy, de jaj, annak az embernek, aki kiszolgáltatta. És elkezdtek vitatkozni egymással, ki lehet közülük az, aki ilyet fog cselekedni. Versengés és támad, hogy ki tekintendő közülük nagyobbnak. Ő pedig ezt mondotta nekik, nemzetek királyai uralkodnak azokon, akik hatalmat gyakorolnak, rajtuk jótevőknek hivatják magukat. De ti ne így legyetek, hanem aki nagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan, mint aki felszolgál. Mert ki nagyobb, aki asztalhoz telepszik, vagy az, aki felszolgál, nem de az, aki asztalhoz telepszik. De én köztetek úgy vagyok, mint a felszolgáló volnék. Ti viszont megmaradtok, kitartotok megpróbáltatásaimban, és én királyságot adok néktek, mint ahogy atyám nekem adott,
hogy majd egyetek és igyatok a asztalomnál királyságomban, s a trónon ülve ítélkedetek Izrael 12 törzse felett. Ez lesz a legvégén, amit mondtam nektek, ki a fejét adta Úr Jézus Krisztusért, azok fognak jönni Úr Jézus Krisztusba az új Jeruzsálembe ítélkedni. Itt leigazolja ugyanazt az igét Úr Jézus Krisztus. Simon, Simon, sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. És azonban közöttek érted, nehogy kifogjatok a hitetek, és te mikor egykor visszatérsz, megszilárdít a testvéreid. Ő pedig ezt mondotta neki, Uram, veled kész vagyok börtönbe és zsalálba is menni, mondta ezt a Simon nagyon erőteljesen, hogy ő aztán nem fogja. Ő pedig ezt mondotta, mondta nekem, Péter, mielőtt ma felhangzik a kakasztó, háromszor letagadsz, hogy nem ismersz engemet. És ezt mondotta neki, mikor elküldték, bemennének elszény, tarisznya és sara nélkül, volt-e valamiben hiányatok? Ő pedig ezt mondta, semmiben. Majd ezt mondotta nekik, most azonban, akinek van elszénye, vegye elő, ugyanígy tarisznyáját is, akinek netán nincs, adja el feltöltőjét, és vásároljon egy harci kardot. Kedves testvéreim, mivel az idő lejárt, nem folytatjuk, így fejezzük be, de annyit kell tudni ehhez, annyit szeretnék hozzátenni zárásképpen, hogy ugye ez a Péter is, meg a többiek is elszaladtak, de Péternek nagyobb szája volt ugye, ebben az esetben ő azt mondta, hogy még halálra is képes menni, nem úgy történt. De miért nem tudta betartani az ő szavát? Azért, mert még Szent Szelleme nem volt betöltekezve, nem volt újjászületve. A testi keresztény az csak ígérget, ígérget, de betartani nem tudja. Mert jön az ördög és elgáncsolja. És itt is ugyanúgy volt. Jött az ördög, félelem szelleme bement a Péterbe, és onnéttól kezdve bizony megtagadta háromszor is Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy ugyanez a helyzet, testvéreim, aki nincsen újjászületve, az csak ilyen ígérgetős keresztény, vagy ígérgetős vezető lesz, és nem tudja betölteni az Istennek az írásait, mert ez képtelenség Szent Szellem által. Magunktól, testből ez soha nem fog menni. Na itt befejezzük, azt innen fogjuk folytatni a jövő héten, ha az Úr is úgy akarja. Drága testvéreim, áldjon meg az Úr benneteket, Uram, kérem, hogy mindakik nézik ezeket a tanításokat, te adj nekik bölcsességet, Uram, hogy a szívükbe engedjék be, és akit megérintett, megfogott, vagy rájött arra, hogy rossz gyülekezetben van, Uram, kérlek, te adj neki bátorságot, kitartást, Szent Szellemi erőt, hogy én népem szalad ki onnét, hogy ne vegyüljenek, mert bizony a csapások fognak jönni, meg lesz ítélve az egész kereszténység nemzet, meg még a hívők is, és az Úr ezekkel kezdi. Uram, megáldom őket Jézus nevében. Amen.